Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, srácok jön Modern Warfare 2019, véget ért a beta sajnos már, na, bár alig várom, hogy leterjen az egy hónap, végre rátersem a kezemet erre a játékra, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a a single playerre, és hát lehet, hogy egy kicsit sokat is várok tőle, vagyis hát nem sokat, de várok egy jó drámát, egy, egy megfelelő fejleményt, nem kell overkomplikált legyen, de egy jó fejleményt várok, és szeretném, hogy tényleg egy nyomot hagyjon, és egy hatást érjen el a történetével, vagy a mondani valójával a háború körül, amit ki tud szűrni a trailerből, eddig ugye, az az volt, hogy, hogy eléggé rá fogunk érezni arra, megint csak ugye, hogy a háború, és annak nyomai az embereket. Szóval remélem, hogy ebből a szempontból egy nagyon-nagyon jó öm, kampányt fogunk öm, kapni, és természetesen ott lesz még a mód, és hát itt van, ugye nekünk. Öm, a multiplayer, és most már, akik követte az elmúlt kod videókat, amit felraktam. Tudjátok, hogy pozitív, nagyon is pozitív a véleményem a játékról, és megint csak elmondom, hogy kod 4, mv, kod 4 és mv 2 óta á, nem volt ennyire jó kod, és úgy gondolom, hogy ez rá is emel á, azokra a szintekre. Tehát potenciálisan egyelőre úgy néz ki, hogy ez a kod számomra, mint kod veteránnak á, jobb, mint a kod 4 sose gondoltam volna, hogy egy, egy ilyet kimondok, de jobb, mint a Kod 4, és jobb, mint az MV2. Uh, és, és, és kész. <laughs> nem, nem, gondoltam volna, azt mondani, hogy egy kodra potenciálisan jobb, mint, mint a Kod 4, mivel hogy az a az, az nekem, ez egyik csúcs. MV2, Kod 4, a csúcs. Ebből a szempontból szóval nagyon jól éreztem magam a béta alatt. És természetesen nem tökéletes, ugye, és ezt ki is emeltem. Uh, egy két videóban, és, és de ettől függetlenül eddig nem bántam meg, hogy előrendeltem. Ami még várat magára, hogy kiderüljön, azok a mikrotransakciók és tekintve egy kicsit azt nézve, hogy. hogy uh, itt a bétában 30 szintig lehetett menni, és mennyi mindent fel lehetett oldani 30 szintig, ez még azt is indikálhatja, hogy elég sok tartalom lesz a játékban. Ez majd kiderül. A mikrotranszakciók megint csak majd kiderülnek, és hogy, milyen minőség, milyen fajta hülyeségek lesznek benne. Na de, itt van nekünk ez a realism mód, ami eddig úgy nézem, hogy egy ilyen egyenes upgrade a kod 4 nek a hardcore módja felett. Hát végül is lehet, hogy valaki downgrade-nek nézi, de én inkább egy upgrade-nek nézem ebből a szempontból. És viszont van egy nagy de ebben az egészben, egy nagyon nagy de ebben az egészben. Szóval lássuk, mit kapsz, teljesen csupasz képernyőt fogsz kapni fantasztikum. Ez a, ez, ez a része nekem nagyon tetszik, tök csupasz képen. Még hit már se kapsz, ha nem fogod tudni, hogyha lelőttél -e valakit. Kicsit olyan, mint az Insurgency ebből a szempontból, és nem fogod tudni, hogy lelőttél -e valakit, mert nem kapsz hit de azért elég vizuális, meg hogyha be van állítva a véreffekt, akkor látni fogod, hogy ez a valaki, uh, valaki meghal. Amúgy elnézést egy kicsit fura a, a játék, kis technikai malőröm akadt, aztán meg kellett valahogy javítani. Konkrétan az mindig alta volt a mindig alta volt a képernyő, hogyha fullscreen-be voltam, hogyha a window full fullscreen-be voltam, akkor meg laggolt, úgyhogy kénytelen voltam window-ba játszani, na mindegy. Um, nem tudom, ez ugye a beta utolsó napjára uh, ilyen lett nekem. Szóval teljesen csupasz képernyő, a játék ettől nagyon kompetitívvá uh, válik, válna válik, válna, és arra alapoz az egész. A sebzés úgy vettem észre, hogy nem hardcore ebből a szempontból, szóval a sebzés az normál, és eléggé meg kell ugyanúgy sorozni az embert, mint a normál módba, viszont ugye a nehezítés az, hogy nem kapsz semmiféle célkeresztet, de úgy veszem észre, és annak, aki nem megkezdte a kodot, hogy nem tudom, ez, ez, ez nem igazán akadály. Ráadásul, hogyha nagyon köcsög akarok lenni, akkor a monitoromon uh, van egy olyan opció, ami beállít egy célkeresztet. Tehát frankon a képernyő közepére beállít egy célkeresztet, hogy bárkit nozóval simán le lehet lőni. Viszont nem mint, hogyha a kód ez a fajta játék kellene, hogy legyen, mivel a recoil, a szórás, ugye olyan hatalmas, hogy, hogy bármiféle segítséget kellene használni, a matricát felragasztasz a képernyő közepére, vagy valami ilyesmi. Uh, nem, egyáltalán. És a játékmód maga nagyon-nagyon élvezetes lenne, ha hogyha kiszednék a kisztrikek közül az uavot. Mivel, hogy az uav, e, mint, mint, mint kill streak, e, ebben a játékban az isteni státuszt ad. És, és elképesztően nagy segítséget ad. Még akkor is, hogyha az ellenfél csapatából mindenki ghostot használ, még akkor is a segítséget ad, mivel látod, eleve a társaid merre felé fognak mozogni és az már azért indikálhat egy képet arról, hogy esetleg az enemy hol spawnol, és hogy merre járhat. És itt kez, itt, innen jön a másik problémám, ugye, hogy ebben a játékmódban standard lesz a Ghost perk, illetve esetlegesen a Cold Blooded perk, vagy, vagy ö, még nem is az, hanem ugye a claymore sorozata, <laughs> a standard vált már a bétában, de az ellen azért lehet védekezni. De a Ghostberg standard lesz, mivel hogy a radar egy olyan rohadtul OP isteni szintre emeli azt a játékost, hogy ettől amféri válik egy picit a játék, és azt kell, mondjam, hogy vagy lelőjük, vagy lelővi az ember gyorsan a radart, hogyha nem használ Ghostberket, akkor gondoskodnod kell arról, hogy legyen valami, ami lelövi a radart retten gyorsan. A másik ilyen dolog, ami, ami ami, problémával járhat, az a potenciális csalóknak a mennyisége. Sajnos a béta alatt futottam már bele e, csalóba, és vissza sem titkol, nem, el sem titkolta igazából a csal, lehet, hogy azért, mert úgy volt vele, hogy realism mód, de amikor, ugye egy régi kodos játékos az így furcsának találsz egy-két dolgot. Ha játszol koddal, és tudod, hogy mennyire vagy jó, vagy éppen rossz, vagy valami, és hogyha lelőnek valami furcsaságot érzékelsz abban, hogy lelőnek, akkor hajlamos vagy megnézni a kilkamat, hogy mi a jó Isten történt, mert, mert na. Szóval nagyon gyorsan én is realizáltam, hogy a Ghostberg igen-igen hasznos, és a hangtompító is igen-igen hasznos ebben a módban, úgyhogy azonnal fel is raktam őket, és uh, játszottam egy-két játékot, ahol így um, Enemű uav fönt volt, körülöttem társam nem volt, de a gyerek a kilkaba már így a falon keresztül nézte, hogy négy, de hát itt gyűm valaki, és természetesen kaptam fel, de ilyenkor ez ugye meglepő, és helyből megnézi az ember a kilkamat, és így what the fuck. Szóval a Realism mód kurva jó e, eddig, viszont ez a probléma lehet a csalóknak. Kiderül, nem szeretnék csalókat ebben a játékmódban, mert ez a játékmód jó, ez a játékmód izgalmas, ez a játékmód eléggé kompetitív tud uh, lenni, de viszont, hogyha a lobbik tele lesznek csalókkal, akkor, akkor egy kicsit el fog veszni uh, a játékélmény. Reméljük az Infinity Ward, EK Activision, vagy valamelyik, aki ezért felelős, sokat fognak dolgozni azon, hogy a csalókat kiszűrjék, de tekintve, hogy mekkora biznisz van el mögött, így biztos vagyok benne, hogy egy 3-4 hónapig minden csalás működni fog, aztán jön ért ellene valami banrendszer, aztán az új csalás is 3-4 hónap mű, működ... ahogy ez szokott lenni. Úgyhogy, ja, ennyi, ennyi rosszat tudnék felhozni a realism móddal kapcsolatban, minden tökéletes, de ott vannak azok a vh-sok, sajnálatos módon. Ennyi lett volna ez a videó, srácok, Mit szóltok ti a Realism módhoz? Próbáltátok, tetszett, találkoztatok csalóval, stb. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig! Sziasztok!